Ma még inkább a nyaralás vagy a nyári gyerekelhelyezés a legfontosabb kérdés a családokban. Azok számára, akik az iskola kezdéshez kérnek hozzájárulást, eljött az idő a jelentkezésre. A kérelmek itt a dombóvári polgármesteri hivatalban nyújthatók be, de az igénylő lapok a város honlapjáról is letölthetőek. Az előző évekhez hasonlóan idén is van lehetőség kérelembe nyújtására iskolakezdési támogatás iránt. A támogatás szeptember 30. napjáig nyújtható be, és a támogatás mértéke 10.000 forint gyermekenként, amely ajándékutalmány formájába kapnak meg a jogosultak. Ez az ajándékutalmány élelmiszerre, tanszerre, ruházatra is felhasználható lesz. Az előző évekhez képest változás, hogy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak nem adhatják be a kérelmet, tekintettel arra, hogy az állam részéről az iskola kezdéshez kapcsolódóan más támogatásban is részesülnek ők. De ennek kompenzálására az önkormányzat megemelte a jövedelemhatárt. Az idei évtől kezdve a jövedelemhatár, az egyfőre jutó jövedelemhatár családonként a 114.000 forintra emelkedett meg. A támogatást mind az általános, mind a középiskolai tanulmányait folytató iskolaköteles gyerek után lehet igényelni, de a jogviszonyt minden esetben igazolni kell. A kérelemnyomtatvány a Dombóvár város honlapján megtalálható és onnan letölthető, vagy a Szabadság utcai hivatali épületben személyesen is átvehető. Ugyanakkor ugyanitt kell leadni a kérelmeket is. Az ajándékutalványok kiosztása folyamatosan történik majd a kérelmek beérkezésétől függően.